Terjeszváros önkormányzati rovatunkat látják, tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, Bán László urat, a Szép Művészeti Múzeum főigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióban. Nagyon eljöttem. Egy érdekes projektről fogunk beszélgetni, sokat tudhatunk már róla, hiszen erről más médiák is beszámoltak, és egyéb fórumokon is hallhattunk a projekt felépítéséről, de mégis nagyon sok mindent nem tudunk. Lehet ez egy olyan elképzelés, aztán belemegyünk a részleteibe, ami egyébként a világ vagy Európa számos főváros már él és működik? Igen, ne felejtsük, egy múzeumi negyed, ha már csak Bécsbe megyünk, a Múzeum Square, ami szó szerint a múzeumi negyedet jelenti, a hasonlóak a berlini múzeumsziget, egy múzeum mérföld New Yorkban, vagy éppen Washingtonban, Amsterdamban is van hasonló, Münchenben is, tehát ez nem egy új keletű dolog, 100-150 éve számos nagyvárosban kialakult egyfajta múzeumi negyed-sziget. Budapesten egyébként pont a Városligetben van egy kezdeménye, ne felejtsük el, most is ott van Szép Művészeti Múzeum, Műcsarnok, Vajdahunyadvárra a Közlekedési Múzeum, és egykor a Millennium idején több mint 200 épület fogadta itt a millenniumi kiállításon az ide látogatókat, hazaiukat és külföldieket egyaránt. Több mint 5 millióan nézték meg annak idején fél év alatt ezt a különleges, csodálatos kiállítást. Ugyanakkor ez nem egy akármilyen helye Budapestnek, hiszen a Városliget egy nagyon sajátos és ilyen értemben a világon nincs ez hasonlítható területe egy nagyvárosnak. Ugyanis itt nem úgy alakult ki ez a városi park, hogy körülötte helyezkednek el a múzeumok vagy egyéb intézmények, hanem benne, és rá állatkert, Széchenyi fürdő, műjégpálya, az a négy múzeum, amit említettem, nagy cirkusz és így tovább. Tehát itt a város 150 éve kialakított magának egy olyan parkot, ahol a kultúra, a szórakoztatás, az ismeretterjesztés és a zöld területi kikapcsolódás egyenértékűen van jelen. És itt egy olyan 150 éves hagyományt és millenniumi hagyományt folytatunk ezzel a fejlesztéssel, a múzeum negyeddel való kiegészítéssel és az egyéb fejlesztésekkel, állatkert bővítéssel, a cirkusz teljes megújításával, hogy egy családi élménypark, egy Európában egyedülálló, intenzitású és élményt nyújtó családi élménypark fog létrejönni, aminek a legnagyobb nyertesei legelsősorban a környéken lakók lesznek. Ugyanis... Többek között a terézvárosiak, ez nagyon fontos nekünk. Én azt gondolom, hogy bár a Városliget az 14. kerülethez tartozik, mégis a terézvárosiak maguknak érzik a Városligetet. Szomszédságában van, nagyon sokan közkedven járnak ki a Városligetbe. Tehát ha visszatérünk a múzeumokra, akkor milyen múzeumokra számíthatunk? Hagy erősítsem meg, ezt a felméréseink is visszaigazolják, hogy a Ligetet, mint zöld parkot, természetesen intézményekben nagyon sok ember jön, ha valaki egy szép művészeti kiállítást akar látni, az állatkertben jönnek, Pestről és vidékről is, vagy akár a határon túlról. De a zöld parkot leginkább a környéken lakók használják, és ezt valóban 6., 7. és 14. kerületiek. Tehát ez nagyon fontos, hogy olyan intézményi háló, olyan megújult Városliget jöhessen létre, amely valóban mindenkinek, az itt lakóknak az érdekeit is szolgálja. Az új intézmények, itt egy új nemzeti galéria, leköltözik a Várból a Nemzeti Galéria, nem egyszerűen leköltözik, hanem ismét egybe kerül az anyaga a Szépművészeti Múzeumnak és a Nemzeti Galériának, mert 1957-ig így volt, az alapítástól 50 éven keresztül egybe volt a magyar és az európai művészeti anyag. A Szépművészeti Múzeum a régi mesterek képtárává fog válni, magyar és európai anyag vegyesen, 1700-as évek végéig, és 1800-tól 1950-ig a magyar és európai anyag az új Nemzeti Galériában, illetve hozzá kapcsolódó Ludwig Múzeumban lesz 1950 után a magyar és nemzetközi anyag, vagyis itt majd, ha valakit érdekel a képzőművészetnek a története, a kezdetektől, tényleg az antikvitástól kezdve, ami a Szépművészeti Múzeum az egyiptomi gyűjteményétől, a régi mestereken át egészen a máig végig sétálhat majd itt a Ligetben a különböző gyűjteményeken. A Néprajzi Múzeum is ide kerül, a Kúria épületi, egykori legfelsőbb bíróság Kúria épületéből azt vissza fogja kapni a Kúria. Amúgy is igazán alkalmatlan múzeumi kiállításokra, ezt mindenki tudja, korábban a Nemzeti Galéria volt benne, most a Néprajzi Múzeum. És végre hazatér, mert az első igazi kiállítás az anyagnak, azt mondjuk már a Városligetben volt, pont a millenniumi kiállítás kapcsán, 24 skanzen típusú épületet mutatták be az anyagot, tehát hazatér a Néprajzi Múzeum és valódi világszínvonalú épületben, célnak megfelelően épületben kerül elhelyezésre. Ide kerül még a
a Magyar Zeneháza, ez nem egyszerű múzeum lesz, bár lesz benne zenetörténeti, nagyon izgalmas kiállítás is, de nagyon sokféle oldalról fogja megközelíteni a világhírű magyar zenét. Lesz a Magyar Építészeti Múzeum, aminek eddig nem volt igazán önálló múzeumépülete, és kap a Magyar Fotográfiai Múzeumot, tehát igazából egy különleges művészeti múzeumi sziget fog itt kialakulni a már meglévő intézményekkel együtt. A magyar kultúrának igazi zászlós hajói költöznek ide. A fiatalok ugyanúgy élvezhetik majd a kiállításokat, viszont az érdekes lehet, hogy a terület maga, azt már lehet tudni, hogy az épületek a liget mely részein fognak majd elhelyezkedni. Igen, megszületett a nemzetközi tervpályázati kiírás. Ez is nagyon fontos hangsúlyozni. Utoljára Monarchia idejében volt valóban nyílt nemzetközi pályázat, tervpályázat építészeti Magyarországon, és mi ehhez az időhöz akarunk visszanyúlni, tehát itt a liget pont ennek egyfajta sűrítmény ennek a korszaknak, kiváló épületekkel, Vajdahunyadvár Szép Művészeti Múzeum, Magyar Szecessziónak ugye az állatkert, sorolhatnám tovább, és ugyanolyan világszínvonalon szeretnénk most is létrehozni az új épületeket, ezért van a nemzetközi tervpályázat, és ezen a pályázaton már most óriás az érdeklődés, a világ több mint 140 országából klikkeltek már a honlapjára, a pályázatnak több mint 2000 regisztráció van, tehát sok száz pályázatot várunk, egészen kiemelkedő színvonalú épületeket, de lesz nem csak múzeum, hanem például a gyermek és ifjúsági tudás és élményközpont, hiszen valóban a családok egészi teljes spektrumát, a legfiatalabbaktól legidősebbekig szeretnénk a Városligetbe csalogatni, itt lakókat, hazaiakat és külföldieket egyaránt, és a királydomb alatt, tehát a királydomb, ami is egy, talán kevesen emlékeznek már, az egy építési sithalom, a Hungexpo, egykor itt volt Hungexpo építési törmelékét, amit lebontottak, gyűjtötték egybe és borították földdel, ez ma ezt a sittet ki fogjuk termelni, és a dombot megőrizzük, de alá kerül például az ifjúsági, gyermek és ifjúsági élményközpont. Az épületek pedig a felvonulási téren, az egykori felvonulási téren, az 56-osok terén, a Ajtósi Dürer-sor és a Dózsa-György út sarkában, tehát a liget legalsó sarkába kerül a Néprajzi Múzeum. A városligeti fasor, ahogy a tengely tovább vezetnénk, ami egykor egyébként itt a 70-es éveig még ki nem vágták, egy fasor volt, ez volt a liget legelső tengelye, míg az Andrássy út nem épült meg, ez volt a ligetnek a bejárata, főkapuja. A mostani 56-os emlékmű környékéről beszélek. Igen. Ott kap elhelyezést a fotomúzeum az egyik oldalán, az emlékmű másik oldalán pedig az építészeti múzeum. Ez egy két kisebb épület, relatíve kisebb épület. Bent a mostani, még mindig vannak, talán nem is sokan tudják az régebb látogató, átlagos látogató körül, mert nem mennek el a területre, de ott bent, ha tovább vezetjük ezt a fasort, ott mellette még mindig a Hungexpo egykori irodaházai égtelenkednek, ezek nagyon csúnya lepusztult épületek, ezek mind-mind lebontásra kerülnek, és ott a helyükön a Magyar Zeneháza kap elhelyezést, ott lesz kültéri program lehetőség is, tehát akár kültéri koncertek megtartása is lehetőség. És ezt a tengelyt, ha tovább vezetjük, ezt a bizonyos városligeti fasor tengelyét, a legvégében a Hermina úthoz, ahogy ez becsatlakozik, ott most egyébként a Petőfi csarnok van, az egykori nagyiparcsarnok, lebontott nagyiparcsarnok helyén. A Petőfi csarnok elbontásra kerül, ott egy nagy rét visszakapja a zöld rétet, és egy nagy rét fog kialakulni, és ennek a rétnek a végében, a Herminothoz csatlakozó, ennek a tengelyben pedig az Új Nemzeti Galéria kerül elhelyezésre. Tehát azt kell mondom, hogy építészetileg egy viszonylag kiegyensúlyozott, sőt azt mondom, kimondom, kiegyensúlyozott elhelyezéssel kerülnek az épületek, és a sarkában a kormány erről is döntött, a közlekedési múzeum visszakapja eredeti épületét. Az egy gyönyörű, pompás épület volt, senki nem sejteni a jelenlegi alapján, ahogy ez kinéz. Az eredeti közlekedési múzeum fog visszaépülni, az egyik legpompásabb épület volt a millenniumi kiállításnak. Tehát ki fog egyensúlyozódni a liget, hiszen most egy kicsit eldől a Városliget Szép Művészeti Múzeum irányába, és mindez úgy fog megtörténni, hogy összességében nem hogy zöldföld veszteség lenne, hanem a jelenlegi 60%-os zöldföldi arányt, ennyi ma csak a ligetben, a liget teljes területén a zöld aránya, a többi az épület, építmény, lebetonozott felület, sorolhatnám tovább, emelni fogjuk. Tehát úgy tudunk elhelyezni 5 új épületet, hogy közben ezt a 56-57%-os zöldföldi arányt emelni tudjuk 65%-ra, és valóban a tér felületen sokszor felmerült, hogy nem pusztán azzal, hogy bezöldítjük az épületek tetejét, hanem ténylegesen a talaj területen, talaj szinten tudunk új zöldet nyerni.
Ez jelenti azt gondolom, hogy a ligetet magát, tehát a zöld felületeket is rekonstruálni kell, hiszen ez egy hatalmas volumenű építkezés. Gondolom, hogy ott sérülni fognak majd zöld felületek az építkezés során. Ezt utána fel kell javítani, tehát egy teljesen új zöld arcot kap majd a liget? Mondjuk fákkal, virágokkal, új telepítésekkel? Mindenképpen azért, aki a ligetet ismeri, én itt nőttem fel a környéken, hogy nem Telítváros Erzsébet városi vagyok, de hát az már majdnem egy tulajdonképpen. Akkor szomszédok vagyunk. Igen, így van, én a szüleim most is itt élnek, én gyakran itt jártam gimnáziumban. A harmadik, az Uglóban, az István gimnáziumban, tehát én ilyen ligetet most itt dolgozom 10 éve, tehát elég jól ismerem, és az elmúlt évtizedekben azt kell mondani, folyamatosan azért pusztul lefel az állapota. Sajnos azt a ráfolytást, amit erre kellett volna, és kell is a ligetre folytani, ezt nem kapta meg a liget. És a teljes rekonstrukció, a parkfeletti rekonstrukció nem csak az építkezés miatt, hanem a liget értékeinek az újra felfedése miatt, és újra gondolása miatt is szükséges. Tehát a projektnek, ennek a Liget Budapest projektnek a része az építkezéstől teljesen függetlenül is egy teljes zöldfeletti rekonstrukció. Amit mondtam, ne felejtsük, nem kis területről van szó, 600 ezer négyzetméter zöldfelt fog megújulni. Ez valóban új telepítéseket, új fasorokat, új virágágyakat, gyeprekonstrukciót, nagyon sok mindent jelent. Egy külön komplett zöldliget rekonstrukciós terv fog erre készülni. Tehát ahogy Berlinben van Múzeumsziget, így itt Budapesten megvalósul majd egy Múzeumliget. Parkolóhelyek, illetve a közlekedés hogyan, most egy trolli jár át a liget fő útján, ha szabad így fogalmazni, jelenlegi fő útján, bár a műjégcsarnok környéke is, a híd környéke is, hiszen az rávezet az M3-as bevezető szakaszára, gondolom akkor itt is lesz valami okosság. Kell is. A liget ma... Ugyan hála Istennek, benn vagyunk a városban, és vannak komoly tömegközlekedési csatlakozási pontok, kisföld alatti busz és trolibusz járatok. Azonban a nagyon tényleg egy parkolási mizé, ha valaki a hétvégén kimegy, parkolási mizéria van, minden egymás hegyéhádának az autók gyakran zöld földre is ráparkolva. Tehát kellő számú kapacitás fog épülni még garázsban, vagy akár felszíni garázsban is. Tehát a Vidám Park legvége, az a csücske, ami most csak ilyen, tulajdonképpen már nem is volt ott Vidám Park, csak különböző parkolók és tároló helyiségek, raktárterületek, ott egy parkolóház épül majd, tehát a liget déli és északi felén is kellő számú parkolókapacitás épül, és ami nagyon fontos, meg fog szűnni az M3-asra átvezető forgalom a ligeten keresztül. Ez önmagában egy óriási könnyebbséget fog jelenteni a ligetnek, tehát olyan szennyező anyagtól kell. Egyébként bocsássam meg az autósoknak is, mert iszonyú sorok állnak, hát nincs egy megfelelő áteresztő képessége. Nem, ezt nem lehet, és ez nagyon terhelő, tehát senkinek nem jó ez a mostani állapot. Magyar az átmenő autóforgalom meg fog szűni a ligetben, a ligeten keresztül. Ma már hálásnak a Hungária gyűrű, és főleg az M3-as bevezetése, és az M0-as létrehozása tehermentesíthetővé teszi a ligeten átzúduló forgalmat, magyarul kiiktathatóvá teszi, és így a liget egy sokkal élhetőbb helyé válik, és természetesen gondolni kell azért az autósokra, tehát kellő számú parkoló kapacitás fog épülni több ponton a liget környékén. A buszoknak pedig, a kiránduló buszoknak lesz a Verseny utcában kijelölt parkolóhely, ahol leteszik az utasokat, és elmennek parkolni, és onnét jönnek majd vissza. Tömegközlekedés az marad tulajdonképpen a troli, vagy azt is lehet bővíteni mondjuk elektromos buszokkal, vagy én nem Igen, is tudom. Igen, pontosan az, egy nagyon nagy terület, mindenki tudja, a liget, ez egy 100 hektáros terület, tehát gondolván akár a kisgyerekkel, az idősebbekre, hogy ha el akar jutni egyik helyről a másikra, és vagy éppen nincs olyan szép idő, és mégiscsak az ember szeretne az egyik pontra a másikra jutni, bent egy elektromos midibusz hálózatot fogunk kiépíteni, hogy a liget minden pontja viszonylag könnyen megközelíthető legyen, ne csak gyalogszerrel, hanem busszal is. Ez egy belső járat lesz, kimondta a ligetnek lesz egy saját elektromos buszjárat, ami nem szennyezi, mégis nagyon könnyen bejárhatóvá teszi a ligetet, és terveink között szerepel egy újabb kisvárosi megálló létesítése a Hermine útnál is. Tehát a ligetnek így 3 megálló fogja a területén, tehát a Liget déli, középső és északi része is föld alattival is könnyen megközelíthető lesz. Amennyiben a Városliget projekt, vagy a Múzeumliget üzemeltetésébe fog működni majd ez az elektromos kisbusz, ez jelentheti azt, hogy esetleg a múzeum egy árában benne lesz majd a tarifa is? Igen, azt gondolom, hogy ha bárki, most ez a
elképzelésünk és szemben tartható, ha bárki bármelyik múzeumban vesz jegyet, vagy bármelyik intézményben, az állatkertbe, a cirkuszba, akkor ő aznap ingyen használhatja a kis buszt, és nyilván lesznek kedvezményes jegyek, hogyha valaki vesz egy kedvezményes bérletet, akkor akár egy napra vagy több napra valamennyi intézményt látogathatja, ezt nyilván majd megbeszélik az intézmények egymás közt, mikor megnyílnak, de egy biztos, hogy ennek a kis busznak azok számára, akik legalább már valóban belépőt vettek, azoknak ingyenesnek kell lennie. Ki fogja majd összefogni a múzeumokat? Mert akkor gondolom, hogy összhangba tett munkával kell majd kitalálni, vagy tervekkel kitalálni a különböző kiállításokat, akár koncerteket, gyermekprogramokat, nemzetközi kiállításokat. Ez gondolom akkora munka, hogy ezt nem valószínű, hogy egy ember fogja végezni. Ezt úgy érdemes megcsinálni, ezeknek a múzeumoknak egyfőbb meg lesz a saját élete. Ezek önállóak lesznek, tehát a Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Galéria, a Fotomúzeum végzi a saját szakmai tevékenységét. Ugyanakkor a Városliget ZRT, amit a parlament hozott létre döntéssel, és arra bízta egy állami, 100%-os állami tulajdonú ZRT-re bízta a kerület területkezelését. Én nagyon remélem, hogy már úgy a Terézváros, Erzsébetvárosi és Zuglói lakosok látni fogják ennek a gyümölcsét már ebben az évben, ennek hogy jó gazdája lesz az állam ennek a területnek, tehát sokkal jobb lesz már most is a park állapota, de ez hosszú távon is ez az intézmény lesz felelős azért a közös programokért. Tehát valóban, ha lesz egy kulturális fesztivál, vagy valamilyen gasztrofesztivál, tehát bármi, ami... Ezekre is gondoltam, ami igen, ezeket van, össze kell szervezni. Ami kívül van az intézményi életen belül, vagy nyilván lesz egy olyan kommunikáció, egy olyan konzultatív testület, az intézmények a hosszú távú programjaikat egyeztetik, akár a kiállítási programjaikat is, de ebben nem lesz, hogy mondjam, mindenkinek megvan az önállósága, de ha a falon kívül létrejön valamilyen esemény sorozat, abban egy kellett, hogy legyen egy kellő koordináció, és ezt a Városliget ZRT fogja elvégezni. Akkor esetleg rá lehet kapcsolódni a különböző pontosan, intézményeknek, tehát azt mondja, és ez a cél. Van, lesz egy tavaszi, vagy egy nyári kulturális fesztivál Ligetben, és akkor ki tudja már egy picit a saját rendezvényeit is, a saját kiállítási naptárát már ehhez igazítani. Ki fog alakulni, biztos lesz olyan tradíció, ami eddig nincs, de hogy valamilyen sajátos Liget fesztivál, vagy fesztiválok, amely persze ugyanúgy Budapest érdemes összehangolni. Tehát azt kell mondanom, hogy ezt a koordinációt befele Liget felé, illetve kifele a város felé, a Városliget ZRT, amelyik le fogja bonyolítani az egész megújítást és fejlesztést, de ezt követően is van és lesz létjogosultsága. Mikorra épülhet fel a múzeum Liget? Meghirdettük már a nemzetközi tervpályázatot, ennek kétfordulós a pályázata, a végeredménye ez év karácsonyára, évvégére válható. Azt gondolom, hogy remélem egy jó ajándék lesz a városnak, mindent a Ligetet és Budapestet, sőt az országot szetőnek, azt gondolom világszínvonalú terveket várhatunk a sok száz pályázó legjavától. Jövő éve zajlanak a különböző szerződéskötések, azoknak az előkészítése, a beruházás előkészítése, és 2016-ban elindulhat a konkrét beruházási folyamat. 2018-ra most már immár kormányhatározat jelölte ki a véghatáridőt, 2018 tavaszára el kell, hogy készüljön az új Liget Budapest, új múzeumokkal, gyermekintézményekkel, egyéb fejlesztésekkel és teljesen megújított zöld felülettel együtt. Tehát 18 tavasza, most 14 tavasza van, tehát ez 4 év. Maradt még egy pár percünk. Nem szeretném úgy elengedni, ha már betetszett fáradni a stúdióba, hogy egy kicsit ne beszéljünk a Szép Művészeti Múzeumról. Mit ajánl most a nézőknek? Nagy örömmel beszélek mindig, hiszen mindig tartogatunk valamit a tartsajban a közeljövőre vagy jövőre nézés is. Rövidesen néhány héten belül, április 29-én megnyílik a nagy közönség számára Toulouse-Lautrec és Világa kiállításunk. Sokan ismerik a nevét a francia mesternek, és az a világ, ugye Toulouse-Lautrec és Világa, megidézzük azt a egykori Párizst, ennek a századfordulós világát, a mulatóknak, a lóversenyeknek, a színházak világát, amiben ő annyira otthon volt és annyira jól ábrázolta. A Szép Művészetek van egy fantasztikus Toulouse-Lautrec gyűjteménye, mintegy 200 darabos rajzok, metszetek, plakátok, de korabeli fotók és filmek is segítik megidézni ezt a milliót. Szerintem mindenki örömmel fog ellátogatni hozzánk. Ma van, most lesz ebben az évben Toulouse-Lautrec születésének 150. évforduló, ez egy különös apropót ad el a kiállításra. Így van, és évvégén pedig, nem is annyira az évvégén, inkább ősszel, október végén egy igazán nagyszabású, azt gondolom nemzetközi szenzációt jelentő kiállítás lesz. Rembrandt és a holland aranyévszázad festészete. Már most tudom mondani, hogy közel 6, remélem legalább 20 Rembrandt festmény lesz itt, és hát természetesen kortársainak a legjava.
a mester legkorábbi képeitől a legkésőbbi nyarcképéig egy teljes keresztmetszetet mutatunk a világ egyik, ha nem a legismertebb festőgéniuszának a művészetéből. Gondolom, erről ma jó sokat fogunk még hallani. Mi volt a legsikeresebb kiállítás 2013-ban? 13-ban a 13-ban megnyílt és 14 elején bezárt Caravaggiótól Canalettóig kiállításunk volt. Biztos, hogy benne olyan sokan Terézvárosból is jöttek, nem vagyunk olyan messze, de szerte a világból ez a több mint 150 ezer látogatót vonzott a kiállítás, és olyan elismerést kapott, mint amilyet magyar kiállítás még soha. Az egyik legjelentősebb német szaklapban megkérdeztek 5 vezető kritikust a világon, hogy szerintük 2013-nak melyik volt a legfontosabb kiállítás az egész világon, és az egyikük a Neue Zürcher Zeitungnak, Svájcból a kritikusa azt mondta, hogy ez bizony Caravaggiótól Canalettóig Budapesten volt ez a kiállítás. Tehát egy nagyszerű kritikai visszhang, nagyszerű közönség visszhang volt, amit a számok is igazolnak, hasonlót remélünk a Rembrandt kiállítástól is. Mint ahogy az a beszélgetésünkben elhangzott, azért itt a Terézváros, Erzsébetváros, illetve Zugló lakosai, akik valószínűleg legsűrűbben fogják látogatni ezt a múzeumligetet, de természetesen számítanak külföldiekre is, hiszen hála jó Istennek, meglehetősen jó eredményekkel zárt tavaly évben is az idegenforgalom. Ezért fontos talán, hogy a Szép Művészeti Múzeumnak milyen nemzetközi kapcsolatai vannak, vagy mely ország, vagy mely múzeum a legfőbb partnere? A Szép Művészeti Múzeum ma már hál' Istennek a világ szinte valamennyi jelentős múzeumával egy olyan szoros kapcsolatban van, ami lehetővé teszi, hogy kölcsönözünk olyan súlyú, rangú műtárgyakat, a műtárgy együtteseket, amitől valóban világszínvonalú, egész Európára kisugárzó kiállításokat tudunk csinálni. Nem mindig volt ez így, ezt jó sok évbe telt, még felépültek ezek a kapcsolatok, de ma már például a Caravaggiótól Canalettóig kiállításra több mint 60 múzeumból érkezett műtárgy. A Rembrandt is több tucatnyi múzeum, és ebben a Louvre, a Prado, a Kunsthistorisches, az Uffizi, tehát olyan nevek vannak kölcsönzőként, nagyvonalú kölcsönzőként, amitől ezek a kiállítások nem csak a budapestiek számára, hanem egész Európa számára igazi vonzerőt jelentenek. Ezek a kapcsolatok színesedhetnek, szélesedhetnek majd 2018 tavaszától. Főigazgató, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem volt, máskor is tisztelettel is szívesen látjuk. Köszönöm, hogy itt lehettem, viszontlátásra.